summer's on. Waiting all year to be here, to ride the wave of the water frontier. Time to go big or go home, and I ain't going home, 'cause summer's on. Felspanolva. Igen, ez az! Igen! Sehol egy hullám. Srácok, ez dögumanom. Egyet értek veled. Van egy ötletem. Ez igazán vicces volt, de... De nem az igazi? Hát nem. Mit szóltok a sziklaugráshoz? Mesélj, mi a helyzet Finnnel? Hát, azt hittem, hogy elkezdődött valami, amikor a lakatlan szigeten voltunk. Mármint a tengerparton 10 percre a szállodától. Hé, hey, hosszú órákon át sodródtunk. Mindegy, ma reggel azt mondta nekem, hogy a háta közepére kíván engem, bármit is jelentsen ez. Erre mit válaszoltál? Kiröhögtem a frizuráját. Beégtél, tesó. Nem számít, adjatok pár napot nekem, és Finn megint a tenyeremből fog enni, srácok, értve? Oké, aki utoljára marad, az a béna. El az utamból, béna. Csak! Ezt nézzétek! Zsír! Nagyon autentikus, talán Haida. Ők használtak ilyen talizmánokat, hogy elűzzék a gonosz szellem. Klassz! Ez a szerencse napom! Hé, ember! A szerencsehozó totem! Talán ez egy jel. Igen, hogy vessük le magunkat utána a szikláról. Említettem már, hogy tériszonyom van és halálfélelme? Gyerünk! Megvan! Ez fantasztikus volt! Az nem kifejezés. Haver, a fürdőgatyám felcsúszott a torkomig. Az enyém is, úgy hiszem, nem tudok járni. Nekem nem. Mondtam, hogy ez az izé szerencsét hoz. Talán itt kellene hagynod. Ja, persze! Aki kapja, marja, haver! Mua. Kihúzom a gatyát, ha te is az enyémet. Haver! Csak felajánlottam. De elhiszed, hogy Finn és Reef még nem csókolóztak? Már ideje lenne? Hé, pletykafészek! Nehogy megszakadja nagy munkában! Üdv, főnök! Segíthetek valamiben? A gyermekfelügyelőnek idegösszeroppanása van, és nincs senki, aki vigyázhat a vendégek kölykeire. Nélkülözni tudna egy ember? Ne! Kérlek, csak engem ne! Persze, legyen Lou! Szerintem észre sem vesszük majd a hiányát. Rendben! Várjon! Nagyon rosszul járnak velem! Utálom a gyerekeket! Fogalmam sincs, hogy kell bánni nem a kis... Nem érdekel! Lou, ők itt Erika és Brianna. Lányok, ő itt Lou. Sziasztok! Kiképeztek elsősegély nyújtásra? Hogy mire? Hát persze, édesem. Szóval Brie nem vásárolhat semmit. Próbáljuk rászoktatni a spórolásra, ő pedig diétázik, vagyis semmi egészségtelen nem ehet. Jól van, ha jól értem, akkor... Rendben, elmentem. Jó mulatást, lányok. Csak kettejükről van szó, ebben nem halok bele. Nem egészen. Fiúk! Fiúk! Gyertek ide! Ah!
Közpajtás, jövök egyel. Most már elég lesz. Ajaj, ne. Rájuk is vigyáznom kell. Mi gáncsoltuk el, rémli? Emlékszem. Ha ezt elszúrja, az apjának felel majd érte. Jól van. Na és mit fogunk ma csinálni? Itt várjatok, el ne mozduljatok. Emma! Segíts! Egy pillanat türelmét kérem, mi van? Mit csináljak négy gyerekkel? Ó, ez pofon egyszerű. A lényeg, hogy foglald le őket, vidd őket a strandra. Isteni ötlet! Legalább napozhatok egy kicsit. Kösz! Hé, hey, rémpofa, Mizu! Szia, gyökér arc! Muszáj volt kicsit lelépnem a lakosztályból. Ez itt a legundorítóbb szobák című verseny első helyezettje. Ó, jesszusom! Csak nem a... De igen, gyűlölöm a munkámat. Hol de menő nyaklánc? Ó, igen, ez a szépség egy eredeti kézzel faragott totem. Azt hiszem, a haiku törzs tagjai faragták. Nem emlékszem, hogy láttalak volna mást is viselni, mint szörf cuccokat. Nagyon csini. Haver, ez hihetetlen, annyira király! Én mondom neked, ez a cucc szerencsét hoz! Annyira szeretlek! Én is szeretlek, haver. Jól van, srácok! Megjöttünk a strandra! És mit fogunk itt csinálni? Nem tudom, mit szoktatok? Homokvárat építeni, vagy például gödröt ásni, tengeri kagylót keresni? Szerintem jó hangzik. Talán nem is lesz annyira szörnyű. Kérek egy limonádét. Jól van. Megvárjuk, amíg a személyzetből valaki erre jön és rendelsz egyet. Hisz te is itt dolgozol. Ez most komoly? Jobb, ha kiszolgálsz, mert hamar kiszáradok. Nyomás. Hű. Még én sem voltam ennyire undok. Figyeljetek, srácok, viselkedjetek jól. Megyek, hozzok Briannának valamit inni. Én is kérek. Én is. Egy turmixot. Üdv, nagy kahuna! Kész vagy egy kis edzésre az első órám előtt? Ja, persze. Hé, hey, ezt meg onnan szerezted? A vízesésnél találtam, menő mi? Nem, haver, marhára nem menő. Soha semmit sem szabad onnan elhozni. A vízesés gonosz istene egy életre el fog átkozni. Na persze. Nem, ez komoly ember. Az utolsó ürgének, aki elhozott valamit az irodából, elharaptam mindkét lábát egy cápa. Most már csak hasonfekve tud szörfözni. Ami király dolog. Ez az egész egy nagy marhaság. Tudom, nem semmi, igaz? Ez egy családi szálloda. Haver, takard el magad! Ha! Jól van, nincs itt semmi látnivaló, emberek. Jól mondja. Hey! Haver, hát nem érted? A totem már is elátkozott téged. Bal szerencsét hoz rád. A gatyám azért csúszott le, mert délelőtt kihúztam belőle a zsinort. Igen, hogy a nyakadba akasztasd a faragványt, tesó. Semmi pénzért sem viszem vissza. Én találtam, és egyszerűen imádom. Sosem hallgatnak rám. Hékás! Egy órán át dolgoztam ezen, ti kis aranypofik. Ó, gyerekek, annyira édesek, nem igaz? Hé! Hey! Annyira unatkozom. Mindjárt meghalom. Játszhatnánk valami viccesen. Rendben, nagyszerű. Mi legyen az? Jobb lesz, ha inkább megmutatjuk. Igazatok volt, ez tényleg nagyon vicces játék. Kiásnátok végre? Nem. Rajta, lányok, segítsetek nekem, tiszta homok a ruhám. Allergiás vagyok a homokra. Most manikűröztettem. Aha, Brianna, ide adnád a telefonomat, kérlek. Mit kapok cserébe? Bármit, amit csak akarsz. Cukit, fagyit? Azt. De az vadi új. Két hétig kuporgattam rá borravalómat, Bri. Ha nincs táska, nincs telefon. Jól van, a tied. A fenébe, ez volt a kedvenc deszkám. Ez az átok, haver. Ez nem a totemám! Műve! Tűnés innen! Emma, szabadíts ki! Kis szörnyetegek! Élve eltemettek! A gyerekek már csak ilyenek. Hé, az ott nem az új táskád? Ez egy hosszú történet. Azt hiszem, hogy csúnyán leégtem. Segítened kell nekem. De még nem járt le a munkaidőm. Emma, könyörgök.
Fogalmam sincs, mit csináljak velük. Hékás, fejezd be! Ha valamelyikük kórházban végzi, apám sosem bocsátja meg nekem. Vidd őket a medencéhez. Rendben. Na, ki akar úszni, srácok? Mi akarunk? Van büfé a medencénél, igaz? Egy hiba pont! Torpedó! Nem! Semmi torpedó! Teli találat! Ki kell mennem a mosdóba? Ki tudsz menni egyedül? Persze! Ne aggódj! Kösz! Mit művelsz? Ez biztosan nem része a diétádnak. Ha elveszed, azt mondtam anyunak, hogy megütöttél. Nem teheted. Csak figyelj! Jó, mérgezd csak magadat! Nézzétek, miket szereztem! Miből vetted azt a sok cuccot? Aláhamisítottam a szüleim nevét, azt mondtam, hogy engedélyezted. Tutira végem van! Luke, nem érdekel, hogy hol üzemelteti a nyári tábort, de figyel a kölyköket a medencétől most azonnal! De akkor hol? Most! Mi a fene? Az a villa egy repülőből eshetett ki, ez egy jel. Ez már igaz. Villák gyakorlatilag egyfolytában hullnak alá nagy sebességgel az égből. Azok, akik félnek, a parton maradhatnak és elmélkedhetnek. Én megyek és elkapok néhány hullámot. Most már hiszel nekem? Nem fogom feladni. Mi van, ha értékes? Már értem, hogy mire megy ki a játék, srácok. Magatoknak akarjátok a talizmánt. Nem igazán, tesó. Én ugyan nem. Ez az. Rá akartok venni, hogy lemondjak róla, hogy eladhassátok jó pénzért. Hát ez nem fog megtörténni, barátocskáim, világos? Soha! Tévedni? Emberi dolog. Így igaz. Várj, mi van? Sziasztok, mi újság? Talán te elmesélhetnéd. Hé, ez olyan, mint... Oh! Honnan szerezted ezt? Mindenki megkapta. Még szerencse, hogy rátaláltál a talizmára. Nem biztos, hogy felismertelek volna, ha nem lóg a nyakadban. Vicces, úgy emlékszem, meleg volt ma reggel. Hideg szél fújt! Hideg szél fújt! Nem túlságosan hízelgő ez a kép rólad. Na, elég. Ez a talizmán tényleg átkozott. Adok érte 5 dolcsit. A tiéd? Igen, szabad vagyok. Most már csak azt kell kitalálnom, hogyan töröljem a képet mások mobiljából. Hát, sok szerencsét hozzá! Boldogok vagytok? Te vagy a legrosszabb gyermekfelügyelő! Chelsea elengedett minket ejtőernyőzni. És kereteket készített kagylóból? Menjünk, keressük meg anyát! Ne! Várjatok egy percet! Igen? Finn, kétségbe vagyok esve. Ismered a kölyköket, akikre felügyelnem kell? Az agyamra mennek! Segíts! Miért engem hívsz? Pont annyira értek a gyerekekhez, mint te. Emma már kifogyott az ötletekből. Jól van, mert mozdulj ki velük, ez általában működik a kutyáimban. Ó, Istenem! Fantasztikus ötlet! Torpedó! Abba hagyni! Na, meggondoltad magad a talizmánnal kapcsolatban? Amint azt láthatod, ezért is adtam el George-nak 5 dolcsiért. Jó üzletet csináltál. Vissza kell szerezned. Azt mondtad, szabaduljak meg tőle. Nem adhatsz csak úgy túl rajta. Annak kell visszavinnie a totemet a vízeséshez, aki elhozta onnan, különben örökre átkozott lesz. Ezt miért nem mondtad korábban? Vissza kell szereznünk a totemet! Azt hiszem, örökre átkozott leszek. Hé, büfés, nem láttál erre egy idegesítő kis krapekot? A medencénél dolgozom, Einstein. Egy gonosz faragott medállóg a nyakában. Nem rémlik, viszont láttam az alfeledet a személyzeti fali újságon. Hát sokat segítettél, köszönöm. Nem már! Szia, hol vagy? A buszon, beviszem őket a városba. Hé, húzz el az ülésemről! Megmondtalak anyunak! Biztos, hogy ez jó ötlet. Isteni lesz. Új taktikát dolgoztam ki. Kezeld őket felnőttként, és úgy fognak viselkedni. Volt már dolgod gyerekekkel? Bomba indul! Megvan! Hey, ki volt ez a nagy eszű? Na jó, mennem kell. Az egyik kidobott egy vízibombát. Oké, srácok, elég volt! Hé, hey, ne! Ne merészeld!
Sehol sem látom, tesó. Hát most nagyon nem lennék a bőrödben. Ez az egyetlen olyan szörfbolt, ahol valódi fanő... Ha-ha! Új bikinik! Adjatok 5 percet, rendítsek! Ez annyira uncsi. Nekem a piros jobban Todd, tetszik. Todd, tűnj el innen! Ide nézzetek, én vagyok Lou! Srácok, kibírnátok a kedvemért még egy rövid percig? Szépen kérem! Unatkozunk, utálunk vásárolni. Várjatok meg kint! Ha nem nyújtok semmihez, veszek mindenkinek fejenként 2 gombócfagyit. Legyen 3, és akkor megegyeztünk. Jól van, 3, de egy szó se anyátoknak. Finn, segítened kell! Vissza kell szereznünk a talizmán George-tól, hogy visszavigyük a vízeséshez. Csak így törhetne meg a gonosz hajkú istenek átkát. Na jó, ilyet magadtól nem találhatták. Így gyerünk. Klassz. Szóval itt éldegélt a hercegnő. Hűha. Kérlek titeket, ne nyúljatok semmihez. Különösen te ne, szerencse fia. Zsír. Ez egy 92 szoros Flat TV HD plazma képernyővel. Nem tudtam, hogy gyártanak ekkorára. Futás! Elnézést, Mr. Kahuna. Lou azt kérte, vigyen vissza minket a szállodába most rögtön. Hol van Lou? Azt mondta, később utánuk jön. Rendben. Ez egyszerűen isteni volt. Találtam egy piros fürdő... A gyerekek! Ne! Ne! Todd! Mark! Brianna! Erika! Ne már, srácok, hol vagytok? Szörfesek pa... Johnny, emlékszel a kölykökre, akikre ma vigyáztam? Igen. Elvesztettem őket. Ez rossz hír, Lou. Tudom. Én vagyok a legrosszabb pestre az egész világon. Most mihez kezdjek? Értesítenünk kell a szülőket. Várj! Ha megteszed, biztosan az apám fülébe jut. Adj nekem 1/2 órát. Hívj vissza. Kíváncsi vagyok, mikor vesz észre a csaj, hogy eltűntünk. Beletelik egy hétbe is. Micsoda eszetlen liba. Hé, hey, mit csinálsz? Haver, vissza kell adnod ezt a cuccot. Átkozott? Látod? Ügyes húzás. 2x3 veszem vissza. Nem, 3x3. Gyerünk, senki nem ad többet. Kizárt. Jöhet a B-terv. Tegyetek le! Segítség! Ennek semmi értelme, Johnny. Senki sem látta őket, ezért tutira kinyírnak. És én már kezdtem megkedvelni Briannát és a másik kis csajt. Na jó, gyere vissza, addig összehívom a szülőket. Esetleg elmondanád nekik helyette? Azt már nem. Jó, már is indulok. Au, nektek befellegzett gyökerek! Figyelj, haver, a következő a helyzet. A talizmánt le kell dobni a vízesésen. Megkönnyítheted, ha ideadod, vagy te is vele repülsz. Visszakapjátok a totemet, hajkú istenek! Hajisd el, Reef! Haver, te meg mit csinálsz? Végre vége! Szabad vagyok! Elszállt az átok. Elszállt az átok. Engedjetek ki, segítség! Gondolom jobb lenne, ha visszacipelnék. Ha kiengedjük, akkor sajnos meglátja az irodát. Miféle irodát? Felejtsd el, kis haver! Semmi, öcsi, semmi. Nos, van valami, amit szeretnék elmondani önöknek. A gyerekekről van szó. Hát itt vagytok! Szuper napunk volt, anyu. Lou elvitt minket a Surf Múzeumba, tanulmányi sétára. És még hajóztunk is. Igen, pontosan így volt. Jól hangzik. Ez a magáé. Nos, gondolom holnaptól megyek vissza az étterembe. Nem, mostantól maga lesz az új gyermekfelügyelő. Jó mulatást. Holnap is Lou-val tölthetitek az egész napot. Na, mit szóltok? Igen! Szuper! Na jó, mit akartok tőlem?
Talán nem annyira buta, mint gondoltuk. Kösz! Hé! Hey! Na jó, kis vérszívók, ez volt az utolsó fillérem. Fittek vagyunk? Jó, mert mára kitaláltam valami izgalmasat a számotokra, srácok. Tényleg? Ne légy annyira meglepett. Végeztem egy kis kutatást tegnap este, és rájöttem, hogy a fáradt gyerekek jó gyerekek. Most evez, evez, és ugorj fel! Igen, Erika, megcsináltad. Nagyon ügyes voltál már. Ma délután kivegyünk a vízre. Király, az új bikinimben. Na jó, de utána kellene egy kis pihenőt tartanunk. Nos, ez egyáltalán nem hangzik rosszul. Csoportos elelés! Hát, így már sokkal jobb. Hihetetlen, hogy egy darabka fa ennyire aljas legyen. Tudom. Szerencsére már vége. Alapvetően nem vagyok gabonás. Hogy mi? Hát gabonás, tudod? Aki fél a gabonaköröktől, legendáktól, stb. Talán babonás, nem? Nem, mert nem lehetsz egyszerre gabonás és babonás, csak gabonás vagy babonás. Vagy babonás, idióta. Magyar hangok. Bogdányi Titanilla, Vadász Bea, Molnár Ilona, Stern Dániel, Fekete Zoltán, Előd Botond, Bánfalvi Eszter, Szabó Máté, Fehér Péter, Ungvári Gergő, Berkes Bence, Gacsal Ádám, Petridis Christos. Magyar szöveg Boros Karina, gyártásvezető Molnár Melinda, rendezőasszisztens Hevesi Péter és Birgiszer Kinga, szinkronrendező Dezsőfi Rajsz Katalin. A szinkron a Megamax megbízásából a BTI stúdióban készült.